Nemzeti gyásznap, a verónai buszbaleset áldozataira emlékeztek ország és megyeszerte is. Magyar Kultúra napja, a Kölcsei Társaság emlékplakettjét idén Kósa Ferenc Kossuth díjas filmrendező kapta. Új nyíregyházi egészségcentrum. Sportorvosi kezelések, felnőtt és gyermekgyógyászati szakrendelések érhetők el egy helyen. Nemzeti gyásznap van. A verónai buszbaleset áldozataira emlékeztek ország és megyeszerte is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A franciaországi sítáborból hazafelé tartó buszon utazók közül a hivatalos információk szerint 16-an meghaltak, miután a busz egy oszlopnak ütközött és kigyulladt. Legutóbb 1999-ben Ausztriában volt hasonlóan súlyos magyar buszbaleset, szintén január végén. Minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett, vétkeiknek bocsánatáért. Szocska Ábel, a nyíregyházi egyházmegye apostoli kormányzójának vezetésével közös imát tartottak a Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában Nyíregyházán. Országszerte valamennyi oktatási intézményben megemlékeztek a hétvégi veronai tragédiáról. Megrendített bennünket ez a hír, és azért vagyunk most itt, hogy imádkozzunk azokért, akik ebben a tragikus buszbalesetben életüket veszítették, és azokért a hozzátartozókért, akik most gyászolnak, akik most fájdalomban élnek, akik most nagyon szomorú szívvel gondolnak az elmúlt eseményekre. A mi iskolánk sem maradhatott ki abból, hogy megemlékezzünk a mai napon, és bekapcsolódjunk ebbe az országos gyásznapba. A zrínyis diákok is mécses gyújtottak. 1990 óta a hétvégi volt a legsúlyosabb külföldön történt magyar buszbaleset. Olyankor szintén január végén 18-an vesztették életüket Ausztriában. A franciaországi sítáborból hazafelé tartó busz január 20-án éjjel Verona közelében szenvedett balesetet. Eddig tisztázatlan okokból a jármű a szalagkorlátnak sodródott, a felüljáró tartóoszlopának ütközött, majd kigyulladt és teljesen kiégett. A buszon a budapesti Szinyei Mersepel gimnázium tanulói, volt diákjai és egyikük családja utazott. Az utazók közül 16-an meghaltak és többen súlyosan megsérültek. Az Rínyiben egy vetítéssel is készültek, amelyben a gyász feldolgozásának szakaszairól olvashatnak a diákok. Először tagadjuk, nem hisszük el, aztán jön a közeledés, eltávolodás, a hullámzás, a viharzás szakasza, amikor már kezdjük belátni a beláthatatlant, láthatjuk azt is, hogy mi a feladatunk most ebben a teljesen új élethelyzetben, ami egy-egy veszteséggel ér bennünket, és utána, hogy hogyan tudunk igazán szembenézni vele, hogyan tudjuk lezárni, és hogyan tudunk egy új fejezetet nyitni az életünkben, és hogyan tudjuk azt, ami külső volt, a szeretünket igazán belsővé tenni. A közintézmények is kitűzték a fekete színű lobogót. A kormány legutóbb alig több mint egy éve, 2015 novemberében rendelt el gyásznapot, akkor a párizsi terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére. Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsei Ferenc 194 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve ünnepeljük 1989 óta a Magyar Kultúra napját. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsei Társasággal közösen emlékezett a hétvégén Nyíregyházán, valamint Szatmárcsekén. A résztvevők mindkét helyszínen koszorúzással is tisztelegtek Kölcsei Ferenc emléke előtt. Az ünnepségen átadták a Kölcsei Társaság emlékplakettjét, idén Kósa Ferenc Kossuth díjas filmrendező kapta az elismerést. Szombaton a megyeházán kezdődött a Magyar Kultúra napját ünneplő eseménysorozat.
A résztvevőket az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte. Román István kiemelte, a magyar kultúra sokszínűségünket jelzi Európában. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke az ünnepségen azt mondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A rendszerváltás óta egy nagyon szép hagyományjá fejlődött Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napi Ünnepség, amelynek országos jelentősége van. Ezt 10 éve csatlakozott a megyei önkormányzat is, amikor régi adósságunkat törlesztve kölcsének szobrot emeltünk a megyeháza előtt. Ennek éppen 10 éve. És azt követően minden évben megkoszorúzzuk így a Magyar Kultúra napján kölcsei szobrát, adózva az ő emlékének és az örökségének. Ünnepi beszédében Jánosi Zoltán, a Kölcsei Társaság elnöke azt hangsúlyozta, Szatmárcseke a Magyar Kultúra napján a teljes nemzet fővárosává válik. Nagy öröm az, és büszkeség lehet minden Szabolcs-Szatmár-Berekben lakónak, hogy a magyar himnusz itt született. Kölcsei utólag is azt igazolja az időben, hogy nincs egyetlen négyzetcentiméter hely sem Magyarországon, ami ne lenne egyenrangúan fontos, akár a fővárossal, vagy más nagyvárosokkal. A műsorban fellépett Dani Attila tárogatóművész, valamint a Cantarella kamarakórus. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a himnusz költőjének szobránál a megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén istentisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Fabinyi Tamás evangélikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsei Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. Idén a Kölcsei Társaság emlékplakettjét Nyíregyháza szülötte Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező vette át. Ennek a díjnak az a jelentősége, hogy megpróbáltam Kölcsei Ferenc szellemében gondolkodni az egész életem során. Mindegy, hogy filmet csináltam, könyvet írtam, vagy fotókat készítettem, abban Kölcsei Ferenc intelmeinek a szellemisége benne volt. És benne is lesz, amíg élek. Szatmárcsekén nem csak az ünnep alkalmából, hanem a hétköznapokon is különleges figyelemmel ápolják a himnusz szerzőjének emlékét. A Kölcsei család teljes mértékben beleivódott, illetve átivódott teljesen a falu lakosságába, a falun élő emberekbe. Mai napig megvannak, főleg az idősebb embereknél, hogy még mindig azokat a földrészeket úgy hívjuk, hogy ez a Kölcsei Ákosé volt, ez a Kölcsei Istváné. Ugyanúgy a Kölcsei erdőket nyilván tartjuk, de maga Kölcseinek a szellemiségét is én úgy gondolom, hogy már gyerekkortól elkezdjük úgymond belenevelni a gyermekekbe, óvodáskortól általános iskolát beleértve. A rendezvényen a köztársasági elnöki hivatal képviseletében Gró János Gáspár köszöntötte a résztvevőket. A Kölcsei életmű és személyiség az a lelkiismeretesség, tudatosság, európai nyitottság, ugyanakkor a helyhez való kötődés, majdnem azt mondom, hogy minden együtt. Egy hihetetlenül gazdag életmű, a klasszikus kultúra ismerete, a kortárs európai kultúra ismerete, és közben mégis a nemzet iránti teljes szívvel, lélekkel, valóval, az egész élettel való kapcsolat és kötődés. Tehát az a hűség, amelyik számára minden többlet tudás, amit meg tud szerezni valaki, azt mind a nemzet szolgálatába akarja állítani. A Szatmárcsekei templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, Varnuszk Szavér orgonaművész, valamint a debreceni Ady Endre gimnázium leánykara. A rendezvény Kölcsei sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében. Sportorvosi és rehabilitációs kezelések mellett felnőtt és gyermekgyógyászati szakrendeléseket is biztosító egészségcentrumot adtak át a nyíregyházi Continental Arénában. A jól felszerelt egészségügyi központ szolgáltatásait az aktív sportolók mellett bárki igénybe veheti.
Az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón Szabó Gábor, a Bújtosi Egészségcentrum ügyvezetője elmondta, az aréna földszintjén kialakított rendelőkben a felnőtt betegeknek reumatológiai, ultrahangdiagnosztikai, sportorvosi és mozgásszervi, a gyerekeknek pedig többek között gasztroenterológiai és nefrológiai magánszakrendeléseket indítottak el. Tulajdonképpen az igény hívta életre. Én folytattam már magánrendelést egy ideje, és azt láttam, hogy egyrészt a betegek részéről, másrészt meg az orvos kollégák részéről is van egy igény, hogy szeretnének magánrendeléseket folytatni. És ezt tovább gondolva a Continental Arenát egy megfelelő helynek találtam erre, és ennek a infrastruktúrális részét tulajdonképpen sikerült itt összerakni. A központban helyet kapott egy elsősorban versenysportolók számára kialakított rehabilitációs részleg is, amelyben gyógytornatermek, gyógymasszást és infúziós kezeléseket biztosító helyiségek, valamint sportorvosi, traumatológiai és fizikoterápiás egységek is vannak. A város polgármestere az átadó ünnepségen azt mondta, a csarnok felújításakor a tervek között szerepelt egy ilyen egészségcentrum létesítése is. Nagyon örülök, hogy itt is az egészségcentrum megkezdte a működését, ami egyrészt a versenysportolóknak, de nem csak azoknak, hanem a mindenkinek rendelkezésére áll. Azért fontos, mert az elmúlt években több sportfejlesztés történt, a Mozdulj Nyíregyháza is nagyon sikeres, tehát örülök, hogy nagyon sokan sportolnak. Tudjuk, hogy a sport néha sérüléssel jár együtt, fontos, hogy minél előbb meggyógyuljanak, minél egyből egészségesek legyenek, akik sportolnak. A tájékoztatón az egészségcentrum vezetője sportorvosi kezeléseket tartalmazó ajándékcsomagot adott át a nyíregyházi sportcsapatok képviselőinek. Magas a szállópor mértéke Nyíregyházán, a megyeszékhelyen életbe lépett a füstköd riadó riasztási fokozata. A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minőségében jelentős javulás a következő napokban nem várható. Ezért kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint a tömegközlekedést válasszák, és a szilárd tüzelés helyett a gázfűtést részesítsék előnyben. Új polgármestere van Csaholcnak. Al-Sayed Katalin, a Fidesz jelöltje nyerte a vasárnap tartott időközi polgármester választást. Tájékoztatta televíziónkat a település jegyzője. Bodóné Barta Beáta elmondta, a voksolást azért kellett megtartani, mert tavaly szeptemberben elhunyt a települést addig vezető Al-Sayed Isam, az új polgármester férje. Nemzetközi pálinka versenyt rendeztek Lilafüreden, a részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Más országokhoz viszonyítva nincs probléma a hazai egészségügyi ellátással, véli Pap Lajos szívsebész, a világutazó professzor Tiszaeszláron tartott előadást. Hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a Debrecentől a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 164-re nyertek a Continental Arénában. Rekordokat döntött az idei Quintessence pálinka verseny a hétvégén. A lilafüredi palotaszállóban megrendezett eseményre 1318 mintával nevezett több mint 260 versenyző Magyarországon kívül Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Németországból, Lengyelországból, Törökországból és Kínából is. A szakmai bírálat mellett kiválasztották a közönség kedvencét is, ami idén egy mána pálinka lett. A 8. alkalommal rendezett verseny első napján a kereskedelmi, míg szombaton a magán- és bérfőzetett termékek is megmérettettek. A rendezvényen elhangzott, ha Magyarországról szólunk, akkor a magyar nyelv és a népviselet mellett a ma már hungarikummá vált pálinkáról is beszélünk. A pálinkának a fogalma is megváltozott az elmúlt 10-20 évben, mert amikor én gyerek voltam és a pálinka szót hallottam, akkor egy kommersz italra gondoltam. Ma már azonban, hogyha a pálinka szót kiejtjük, és talán mindannyian így is vagyunk vele, akkor a mi agyunkban, a gondolatunkban egy minőségi ital jut eszünkbe, és hát ez a minőségi italhoz most már egy minőségi fogyasztás is társul, és ez a jó dolog, hiszen minden ilyen terméket, mint egy pálinka, az a jó, hogyha minőségi módon tudunk mértékkel fogyasztani, megkóstolni, megízlelni, érezzük benne Magyarország ízét, azokat az ízeket, amelyeket igen fontosak egy pálinkában, talán ezt itt ma meg is lehet tapasztalni, de természetesen minden csak mértékkel.
28 fős nemzetközi zsűri végezte a szakmai bírálatot. Minden verseny mintát legalább 6 szakember értékelt. A kereskedelemben kapható minták közül 33 sampion, azaz nagy aranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 31 kategória győztes minta volt. Korábban 4-5% volt mondjuk az aranyérmeseknek a száma, az tavaly olyan 10% és az idén 14%-ot ért el. Ezt tudni kell azért, hogy nagyon nehéz nálunk egyébként tényleg kimagasló eredményt elérni. Tehát a zsűri nem osztja, még ha itt most 14%-ról is beszélünk, könnyen az eredményeket. Tehát nagyon komoly, tényleg valami egyedi és kimagasló, valamivel szupernek kell lennie annak a pálinkának, ami ezt a minősítést megkapja. A 2017-es év legjobb pálinkája a Schissler pálinka főzde Vilmos körte pálinkája, míg az év kereskedelmi főzdéje az Agárdi pálinka főzde lett. Más országokhoz viszonyítva nincs probléma a hazai egészségügyi ellátással, véli Papp Lajos szívsebész. A világutazó professzor fórumot tartott Tiszaeszláron, ahol arról is beszélt, nem csak az ellátás fontos, az embereknek főleg az életmódjukra kell odafigyelni. Az egészségügy helyzetéről tartottak fórumot Tiszaeszláron. A településen egy nyugdíjas orvos praktizál, itt nem tudják biztosítani a fiatal utánpótlást. A község vezetése minden évben egészségnapot szervez a lakosság számára. Ingyenesen olyan ellátásokat hozunk ide, amelyre egyébként több hetet vagy hónapokat kell várni, az idén is tervezünk ilyeneket. Ezzel tudunk segíteni az itt lakókon, és minden évben segítünk is. A Tiszaeszlári Fórum előadója Papp Lajos szívsebész volt, aki a hazai egészségügyi ellátás helyzetét mutatta be. A világutazó professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy más országokhoz viszonyítva lényegesen jobb a hazai ellátás. Kiemelte, Angliában egy epehólyag műtétre például másfél évet kell várni, Svédországban pedig 5 hónapos az előjegyzés egy orvosi vizsgálatra. Én bejártam a világot. Ausztrálián kívül mindenhol voltam, és természetesen ami legjobban érdekelt, az az egészségügy szervezése és ellátása. És most döbbenetes dolgot mondok. Magyarország egy paradicsom, csak a betegek ezt nem tudják. Azért, mert itt nagyon jó emberek vannak az egészségügybe. Pénz nincs, de hihetetlen lelkiismeretesség van. Papp Lajos azt is hozzátette, nem csak az ellátás fontos, az emberek életmódja okozza a betegségek kialakulását. Felmérések szerint a halálozások fő okai a családi, a munkahelyi és az úgynevezett nemzeti stressz, amelyet egy kis odafigyeléssel mindenki elkerülhet, hangzott el a fórumon. Hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a Debrecentől a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 164-re nyertek a Continental Arénában. A nyíregyháziak pénteken Tiszaújvárosban lépnek pályára. Ahogyan az egy Nyíregyháza Debrecen mérkőzésen megszokott, szép számú néző előtt feszülten kezdtek a csapatok. A vendégek nyugodtak meg előbb, az első negyedet 25-18-ra nyerte a Debrecen. A második 10 percben is dominált az elmúlt hetekben megerősített hajdúsági gárda, amely 16 pontos előnnyel vonulhatott a nagy szünetre. Később sem változott a játék képe, a különbség fokozatosan nőtt, többek között a tavaly még nyíregyházi színekben szereplő Kósa Tamásnak köszönhetően, aki hatékonyan tüzelt a 3 pontos vonalon túlról. A meccs végére csak az maradt a kérdés, hogy eléri-e a 100 pontot a Debrecen, végül egy triplával, ez is sikerült, a hazaiak számára pedig maradt a vereség és a csalódás, hogy a keddi Hódmezővásárhely elleni jó játék után nem tudtak nagyobb ellenállást kifejteni a bajnoki cím várományosa ellen. Szerintem a fiúk kicsit megijedtek a Debrecentől, és nem olyan sebessége játszottunk, mint a keddi mérkőzésen, és hát ez lett belőle. Pluszban még azért kaptak egy kis játékvezetői segéletet is, és csalódott vagyok azért. A vendégek edzője a győzelem mellett annak is örült, hogy a Nyíregyházáról érkezett kosarasok is kivették a részüket a debreceni sikerből. Vannak olyan játékosok, akik Kósa Tomi elsősorban, aki nyíregyházi kötődésű, illetve Lajsz Gergő is játszott itt. Ez egy külön pikantériát adott nekik, de nagyon örülök annak, hogy például Kósa Tomi ilyen jól szerepelt, mert látszott rajta, hogy neki ez sokat számított. Fazekas Csaba 14 pontot szerzett a mérkőzésen. A fiatal játékos is csalódott volt a vereség miatt. A meccs elén úgy gondolom, hogy azért még viszonylag jól tartottuk magunkat. Azért látszott, hogy a Debrecennek sikerült új játékosokat, akik ráadásul jók, igazolnia. Sajnos nem tudtuk azt a
azt a meccsritmus hozni, amit kedden sikerült a Hódmezővásárhely ellen. Úgy gondolom, ez egy jó tanulság volt számunkra, és a továbbiakban ezekből tanulni fogunk. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd MASZ 2-72-65, Nagykőrös Békés 81-93, Óbudai Kaszások Salgótarján 80-70, Hódmezővásárhely Eger 88-68 és Miskolc Tiszaújváros 87-82. A tabella élén a Hódmezővásárhely áll 10 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A 6 győzelem mellett 6 vereséget begyűjtő Nyíregyháza Blue Shark a hatodik helyen várja pénteki tiszaújvárosi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nemzeti gyásznap van. A verónai buszbaleset áldozataira emlékeztek ország és megye szerte is. A franciaországi sítáborból hazafelé tartó buszon utazók közül a hivatalos információk szerint 16-an meghaltak, miután a busz egy oszlopnak ütközött és kigyulladt. Január 22-e a Magyar Kultúra napja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett a hétvégén, Nyíregyházán, valamint Szatmárcsekén. Az ünnepségen átadták a Kölcsey Társaság emlékplakettjét. Idén Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező kapta az elismerést. Sportorvosi és rehabilitációs kezelések mellett felnőtt és gyermekgyógyászati szakrendeléseket is biztosító egészségcentrumot adtak át a nyíregyházi Kontinentál Arénában. Az egészségügyi központ szolgáltatásait az aktív sportolók mellett bárki igénybe veheti. A Kölcsey Televízió híradóját látták január 23-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Holnap párás, hideg időre számíthatunk. Időjárási frontok és légmozgás hiányában térségünkben marad a párás, ködös idő. Az éjjel gyengén felhős idő várható, hajnaltól többfelé zúzmaráskört képződhet, melyből hószáringózás, ónosztitálás is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás, reggel általában -6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire borult, párás idő várható, néhol hószáringózás, ónosztitálás is előfordulhat. Délutára -3 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is hideg téli időre van kilátás, szerdán egy gyenge hideg front súrolja térségünket, így a hét közepén hosszabb időszakokra kisüthet a nap, és többfelé megélénkül az északi szél. A hét utolsó napjaiban, illetve a jövő hét elején pedig ismét országszerte borult, párás idő lesz a jellemző, és elszórtan ónosztitálásra, húszálingózásra is számítani kell.